Nagy nagy tisztelettel és nagy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én nagy pál Jim Szabolcs vagyok. Én pedig Szűnyi László Zsül. Zsül és Jim. 1962. Kezdett Szabolcs? Igen, én átneveztem a filmet. Mire? Zsül és Jean. és Jean. Hát nem Jean a főszereplő? Jean Moreau. Hmm. Egy nő perverziói és két férfi türelme. Mi történik, ha a megalkuvás nem ismerő barátság találkozik az ellenőrizhetetlen szerelemmel? Hát jó. A házasság, a szerelem és a saját gyermek iránti felelősség fogalma annyira elferdül a francia új művében hogy művészi értékei, sűrítő képi világ, parodisztikus és karikírozó vonások ellenére csak egyértelmű nemet lehet mondani rá. É, bocsánat, ez nem az én mondatom, ez az Evangelischer Film Beobachter München, 1962 jöjjön az én mondatom. Egyébként én éreztem, hogy nem a te mondatod, Honnan és a végén éreztem? meg, a mesterkért volt kicsit, és a végén akartam megkérdezni, hogy kitől idézel. Oké, okay. nem lehet rajtad kifogni, Szabolcs két elválaszthatatlan burzsóá bohém barát egyszerre vagy egymás után belészeret ugyanabba a szabad szellemű, szenvedélyes nőbe, de nem akarnak megharcolni érte egymással, inkább mindhárman élvezik a közös életet, illetve életre kelnek, beosztva előre éveket, hónapokat, hogy mikor melyik fogja a nőt odaadóban szeretni. Még ez mond... mesterkélt volt? Nem, ez gyönyörű jó, jó. volt. Még van egy első mondatom. Háromszög a körben, az élet forgószelében. Ez nem a te mondatod. Ez annyira <laughs> mesterkélt volt. Ez egy geometriai oh, film. Abszolút. Az a kérdésem, milyen nyelven nézted Szabolcs? <laughs> hát először franciául, aztán angolul, aztán németül, aztán magyarul. Magyarul is megnézted. Mert hogy van egy ilyen alapszabály, hogy ezt a filmet soha ne nézzük meg szinkronizálva. El. De, de nem jó osztál. a magyar szinkron? De, csodálatos, csak a francia az még jobb. Mármint, hogy az eredeti hang az, az nagyon sokat hozzátesz. Ez olyan, mint hogyha az éneket, ami felcsendül benne, azt melyik magyar énekesnő előadásában hallgattad Jól meg? Jól mondod, ezt akartam mondani, mert Georges Delerue, Írta a zenéjét, és amikor ott ugye gitárra gyújtanak, és amire utaltam, ez az élet örvénylése, élet forgószele, elkezdi énekelni a Jean Moreau, akkor akkor van egy ellentét. Tehát ő egy ilyen kis madárka csiripelős hangon uh -huh. énekli azt, hogy én vagyok számodra a végzett asszony. Most ott kiírta azt a számon? Halványilag őzön nincs. De tényleg nem tudod? Nem, de te oh. tudod. Albert az Albert játszó Aha. iráni színész, dalszerző Ó. figura, akinek a nevét te sokkal jobban ki tudod ejteni. És az, nem csak... nem is akarod, jó. <laughs> De az a jó, hogy én meghallgattam a fiatal zsámorú előadásában, meg, meg meghallgattam az idősnek az ne, előadásában. Viccei. Tehát mint egy az élet is elején. Szerzs Rezváni, ezt mondta is ki. Igen, Szerzs Erezváni. Jó, Na, Mert hogy nem csak hárman vannak, nem csak egy háromszög ez, akkor elkezdtél erre utalni. Igen, Tehát igen. van még legalább egy férfi, Albert, meg még legalább meg egy még nő, a nő. És aztán még rengeteg nő és rengeteg férfi közöttük. Huha, um, hoppá! kaptunk egy üzenetet, Gyuri kérdezi, hogy srácok, ti hisztek a férfinői barátságban? De... Szabi, szerintem nem értem ez hogyan ide, de akkor válaszolj Szabon. Hát még érdekesebb kérdés, hogy hiszünk a férfinői szerelemben. Na, akkor válaszolj. Hiszel? <laughs> hát hinni lehet benne, igen. Aztán ugye előbb-utóbb szerelembe fordul. Én tovább dobnám ezt a kérdést Adriának, hogy ő hisze a férfi női barátságban, de Adria most nincs itt. Igen. Úgyhogy, Szerintem ő hisz. Egyébként. Ő hisz. Én meg időlegesen. Miért jöhetett ide ez a kérdés? Én úgy gondolom, hogy Gyuri arra gondolt, hogy hogy ebben a filmben nem az időlegesség az, ami megfog bennünket, hanem hogy ez majdnem másfél évtizedig tart. Tehát ilyen az életben még nem történt. 1912 és 1929 Honnan tudod, hogy 29? Azért, mert az andalúziai kutyának a oh, posztere van a mozi hogy eh, amikor kijönne. Na, szóval, hogy Egyszer elemeznünk kéne. kéne. Nem, nem, az egy durva film. Eh, na most a... Um, Térjünk is át arra, ugye ott szétvágyák a szemét. Ne, 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 a... ne, ne, okay. ne, 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 Tehát, dicséretek, pörgő Játékos, humoros, meghökkentő és elgondolkodtató, és felháborító az a film. Jó, de még sokkal nagyobb dicséretek. 46. legjobb film a világon, az Empire magazin szerint. Az oh. 55. legjobb külföldi film, a BBC szerint. Ó, oh. és egy híres tudós szerint ez a legjobb S film, igen, a Stephen világon. Hawking. Roger Ebert nagy filmek. Steven Schneider ezer egy film. A száz film között van, amely megrázta a világot. Viszont a feministáknak ez nem teljesen tetszett. Tehát, hogy nem sok kritika hangzott el. Egyrészt a fundamentalista keresztények háborodtak fel, másrészt pedig a fundamentalista feministák. A poligámok is felháborodtak, de nem így a polianderek, akik örültek annak, hogy ebben a háromszögben egy nő a mély királynő de a és két férfi a hele. Uh -huh. Na jó, akkor kérdezem, mi a közös... Nem tőled kérdezem, telefonos kérdés, tessék, Jó, de előkészíteni, is te is betelefonálhatsz, mi a közös a következő filmekben? Leo 5-től 7-ig, éli az életét, Gonártól, Lolita Kubricktól, aki megölte Liberty Valansot, a hosszú futó magányossága, arábiai Laurens. Hát miután te kérdezed, ezért egy évszám. Egy évszám. 1962. Nem, 62. Legyen egy másik felsorolás, mert hogy nem, igazából nem neked akartam ezt a kérdést föltenni. Elfújta a szél, kaszablanka, mm. telefont előkészíteni, mm. diploma előtt, Titanic, hmm. Harcosok klubja, Bridget Jones naplója, Vicky, Kristina, Barcelona, meddig menjek még? A Nagy Gatsby, esetleg itt a Twilight-ig még menjünk? Mi a közös ezekben? Semmi közös nincs benne. De az, hogy, az, hogy mindegyiknél tricikliznek, mármint, mindegyiknél itt hárman vannak a képben. Aha. Nekem is van egy Mi a közös a következőkben? Jules és Jim, két angolány és a kontinens. Csak nem a, a, a szerző, aki a két külön könyvet, de hasonló élménye. a Igen, vagy ugyanazt ér, a könyvet írja egész életében, igen. ezt otlikra szokták mondani, de Henri-Pierre Rocher a szerzője. Nagyon érdekes egyébként, hogy ő már igen-igen idős, hát ezt a filmet nem is éri meg, de igen-igen idős, amikor igen. megismerkedik a rendezővel, François Trifóval. összebarátkoznak, több évtized van ők között. De várja, előtte, és... ők még. előtte van egy ilyen sztori, hogy egyik ismerősöm elmegy az antikvár, nem, valami lomtanításnál elkezd könyveket nézni, és megtalálja Kertész Imre Sorstalanságát. Van ez a híres történet, és amikor Nobel-díjas lett Kertész Imre, még a magyar szakos mm. kollégák se tudták, hogy ki ez az ember. De ez, ez az imborz. viszont közölte, hogy nem csak, hogy tudom, de belőle írtam a szakdolgozatomat. Jó ez a történet? Pontosan. Egyszer, egyszer bemutatsz majd neki. Megpróbálok bemutatni neki, de valami, Zsílés, ismi, valami ilyesmi. Igen, valami ilyesmi a történet, hogy itt is megdobják ezzel a könyvel, és ö, annyira beleszeret trüfó, hogy évtizedekig gondolkodik, de majdnem egy évtizedig, hogy ez filmre kerüljön. Gyula, sokkal jobban értenénk ezt a filmet, ha a mi személyes életünkben is lett volna olyan nő, akiben szerelmesek vagyunk. Egyszerre? Vagy egymás után? Egyébként, így, ahogy a filmet megnéztem, így nyilván felidéződtek a boldogult ifjúságom emlékei, és például... Nem volt az rég. Két esetben is történt velem olyan, hogy szerelmes voltam egy lányba, mm. akár udvaroltam is neki, mm. talán jártunk is. És csak sok év múlva derült ki, hogy pont abban az időben az illető leányzó, hát más, más udvarlást is jó szívvel fogadott. Igen, ez nagyon csúnya történet, Gyula, el se hiszem. Ém... hiszen, hogy ilyen dolgok megtörténnek a világban. A Rosé a saját életéből mintázta, és ő egyébként a dadaizmushoz és más avantgárd mozgalmakhoz volt nagyon közel, és az egyik ilyen hármas, ami fölmerül, az Marcel duchamp -al. és Beatrice wood van, de valószínűleg sokkal inkább Franz Hessellel, aki Marcel Prustot fordította oh. Walter benjamin együtt németre, és Helen Grundal történt meg, aki a Lolitát fordította németre milyen jellemző művek, és akkor rögtön fejest ugrunk a pszichoanalízisbe. Tívum már válik ez a Lolita is. Nekem beugrott az Alma Máler, ugye? A korabeli Bécsből, Ő... aki hány nagy embernek volt a szerelme, múzsája, felesége, de akár a, a nyugatosok, ok, ahogy Babics... Lou Andreas Salomé, Nietzsche Rilke, Na, hát csodálatos. Tehát, hogy ebben a korban ez, ez divatos műfaj, de, de itt, ami nagyon érdekes, elkezdtem mindenfajta ilyen femina oldalakat nézegetni, hogy maszkulina. mit írnak. O, azt is megnézted? Mit csinál? Maszkulina. A maszkulina oldalra nem mentem rá, hogy, hogy mit szólnak az ilyen szituációkhoz, és akkor nyilván az a kérdés, az első számú kérdés, hogy van kiút? De hát most itt a hőség nem is akarnak ebből kiutat, vagy van egy... Kap... Hát van kiút az út a filmben, a körből kikerülnek De csak egy is. módon, de csak egy módon. Igen, és akkor lohasztás, 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 a hambaikat hurcolásza az életben maradó szereplő. Összecserélve. Na, Bár mert... ott rossz a magyar fordítás, mert az van, hogy összekevertem őket, tehát hogy egyiket eltévesztettem a másikkal, de igazából ez nem azt jelenti, hanem az, hogy összeöntötte a hambakat, hogy soha többé, tehát összekeverte, hogy ne lehessen őket szétválasztani. Ez egy fontos dolog. És akkor a címmel indítsunk, már persze már ez, ez egy hazugság, mert már ugyanolyan hazugság, mint a cím. Miért nem úgy mutatkoztál a műsor elején, hogy Szőnyi Zsül László. De jó ötlet, mert így fogok László zsűl. A végén így fogok majd elköszönni. Szóval hogy hogy Zsül és Jim és uh, ugyanakkor meg, hát nem, uh, lehet, hogy Katrinről kellett volna elnevezni a filmet? Igen, vagy uh, Jeanról. Bizony, hát a, ez a kérdés, miért, igen, miért ez a címe, tehát ez vajon a két férfi barátságáról szól, akik, uh, hát nem az, hogy osztozni, hanem, hogy egymás számára fölajánlani is tudják uh, a szívük hölgyét, uh, vagy pedig inkább a nő van a középpontban, az elején ugye beleszerettünk ebbe a nőbe? Uh, oh, nem. Ez becsapós kérdés. Nem, illetve a másik filmjében. Tehát, hogy, hogy azért Éven. vonzó, meg elkezdünk bele szeretni, de aztán Jó. eszünkbe jutnak az összes ilyen e, végzett asszonya típusú nők az életünkben, és akkor, ha már Feminát említetted, akkor a narcizmusba hajló uh -huh. nőszemélyek, akik semmi másra nem képesek, mint tönkretenni. Még erről a karakterről beszéljünk. <laughs> és destrukcióba vonni, mm. ahogy a filmben is látunk. Na most itt van akkor tehát ez a két férfi, a barna francia Jim, meg a szőke osztrák, vagy német, akkor még lehet, hogy igazából nincs is osztrák. Szőke, bár hadsereg szempontjából viszont fontos, szőke osztrák zsűl. Ez is milyen érdekesség, ez az internacionalizmus, hogy a nevük az, az félre Európa kép. Igen, rossz. vezet bennünket, és én majd végig így fogom őket nevezni, a szőke zsűl, meg a barna Jim. És miért nem úgy nevezett, hogy Don Quixote, ő volna Jim, és Sancho panzája, zsűr. Jó, nézzük! A szőke zsűrről azt tudjuk, hogy lassan beszél franciául, mint az őt játszó Oscar Werner. Hmm. Ezért is választották. Igen, de hogy innentől kezdve ebben már van egy defekt, már mint hogy ez a csávó kudarcra van ítélve a nővel szemben. Ooh. Nem? Te el tudod képzelni, hogy te egy Francia nőnek udvarol, úgyhogy nem is tudsz rendesen, hát anyanyelvi szinten ne tudj franciául. Ja. Van nekünk egy közös ismerősünk, Tényleg? A holland lány, aki Aha. egy közös társaságban, a nagy szívti, meg ő tudott kiválóan angolul, hollandul, németen, minden nyelven. Erdély magyarul is kibővült. És megtanult beszél. erdélyi magyarul, és én erdélyi magyarul beszéltem vele, még minden csávó angolul, és ezeket a nagy srácokat mind köré tudta csavarni, mert, fölé, mert nyelvileg is föléjük kerül. Ó, ez jó. Nyelvileg igen. viszont, a, mert én nem tudtam rendesen angolul még most se tudok, én kerültem föl ilyen, mert hogy nem, nem adtam a nyelvet. Innen is szeretettel üdvözöljük Zsuzsannát, mert hogy őról Igen. van szó, és benne valóban ez érdekes, hogy ő egy táj, erős tájszólással, mint egy 11 éves kislány beszélte a magyart, ugyanakkor meg ilyen végzett asszonyaként nagyon szexi módon beszélte az angol. Én egyébként sose éreztem ezt a végzett asszonyát, na most... Visszatérve... Sancho pancának szokták nevezni ezt a szőke zsűnt, és tök érdekes, sokan azt mondják, hogy ő az, akit a nők praktikus okokból választanak. A Mi keresztény, ezt szeretnénk, a keresztény, a fiúknak kell vigyázni erre. Hogy minket praktikus okokból Nagyon sok esetben a keresztény fiúkat is így választják ki a nők, hogy ő vele jól járnak, megbízható, dolgos, fér, nem fog félre lépni, és abszolút jó apa reménysége. De akkor ezért mondják nekem a nők? Milyen praktikus veled járni szabad? Én is, én ilyeneket hallottam rólad. Ragaszkodó, hajlandó, alárendelődni és akkor majd beszéljünk, hogy hogyan változik meg, és ezzel szemben itt van ez a Barna Jim, aki egy igazi férfi, sokan ezt emelik ki, hogy szexuálisan dinamikus karakter, független, lehet, hogy ezt szeretik inkább a nők. Nekik van egy aranykoruk, en ennek a barátságnak is, a film eleje végigrohan jó néhány éven, amikor a, a Belle a gyönyörű korszakban, Párizsban élik az hmm. életüket, és hát ez egy eléggé ég... is így van, akkor Párizsban tegnap beszökött benne, az ősz, be szavallják, É, abszolút a Montparnasse-nak a művészvilága. Igen, meg a Montmartre-nak a művészvilága. Jó, bocs, töröli, Nem, mind a kettő jó van művészvilága? Miért ne legyen? Oké. Okay. Na most várjál, és akkor szokták azt kiemelni az ő barátságukról, hogy ez egy, még ezt a fogalmat nem hallottam, de logikus, hogy ez egy homoszociális viszony. Hányszor magyaráztam neked ezt? Hát jó, oké, igen, de szerintem e fele már ne vigyük el. Tehát ugye vannak mindenféle gender olvasatai ennek a műnek, akár feminista olvasatai, akár homoerotikus olvasatai. Én pszichoanalitikus az erotikus olvasatai Akár meg szexuálisan, hogy szociálisan. És valahol ezt emelik ki. Egyrészt erre voltam kíváncsi, amikor kitör a világháború hogy őket mennyire fogja a karakterükben megváltoztatni. Ezt jól mondod, de akkor az emberben előjön az, hogy ez nem egy háború ellenes film, ami Európáról szól. És akkor a német meg a francia? Igen, német meg a francia, jó barátságban, ugyanazokat a nőket szeretik, nagy békében, jön a háború, és minden megtörik. Tehát ez a gyönyörű aranykorszak, amit ők fiatalkorukban megéltek, ez soha többé nem tér vissza. Most még ezen gondolkodom, hogy milyen irányba lehetne, tehát ezt a metaforát, allegóriát hát a, a kibővíteni, a film hogy avagy Catherine kinek felel meg, hogy az egyik Franciaország, másik német Németország. Nekem ez nagyon tetszik. Ez jól mondod, ugye a 29-et említettük, de említhetjük a, nem tudom, 38-at, 39-et is, tehát egy, egy könyv, van egy könyvégetős jelenet, Igen, amikor igyon. a nácik égetik a könyveket. Ami a főszereplő akkor... Szereplő Szőke a későbbi szerepét felidézi. A, a 451-ben, amit szintén E, e, Van aki meg... ezt emeli ki, hogy tragédiájuk, hogy közös volt a varázslatos ifjúságuk, és a felnőttkor nem akar és nem is tud ehhez alkalmazkodni. Ez nagyon izgalmas, ezt nem én találtam ez ki. Ez izgalmas, jó és még azzal módosítanám, hogy hogy megéltek egy aranykort, és a, 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 ezek a szeretet kapcsolatok meg tisztelet kapcsolatok megmaradnak, de valamiképpen a dinamika a hármuk közül már sohasem működik. Tehát ez, ez, ez a fajta boldogtalanság és vágyakozás vissza a múltba, nem visszahozható az az Jó, idő. Jó, de hogyha nekem van egy boldog ifjúkorom, amikor sok mindenkivel megismerkedem, sokat járok színházba, bejárom a világot, utazgatok, kerékpározom, stb., majd utána megállapodom, a világ legszebb helyén egy folyópartján veszek mm. egy foházat, és a világ legszebb nőjét kapom meg. És, és a világ legszebb kisleánya Így van. Azért lehetséges, hogy ezt, 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 ezt szerintem a mai vállásoknak egy része is ugyanebből fakad, hogy valamit valamennyire visszakívánnák Jó, azt a régi mondod. ifjúkorukat. De ez a forgószél, aki Catherine, ez nem tud leállni. Tudtad, hogy ez egy a... dalnak is az a címe, hogy forgószél? Mm. Jó, vagy lehet, hogy ezt már mondtad is, csak nem figyeltem rá. Most itt van Catherine, és akkor boldogtalanságra született ez a Catherine. Na, ez még egy erős mondat nekem. Tehát ez az örök elégedetlen, mind, amiket a felsoroltál, az mind igaz, na most és csinál? mégis boldogtalan. Tehát ő, vannak a szabályok, a több ezer éves szabályok, és ő nem azokat követi, hanem a vágyait. Spontán, ő egy modern. Spontán, és egyébként az, hogy ő adja a filmnek a dinamikáját, ezzel ez kifejeződik a film egész dinamikája, hogy döbbenetesen meglepő a film, váratlan. Nagyon sokszor meglepődünk, hogy nem is számítanánk a arra, film, hogy ez fog történni. A film is, aminek a mozgatórugója ez a nő, ő neki az alapjellemzője a bejósolhatatlanság. Így van. Amit nagyon sokan szeretnek egyébként. Én nem. Szemben a mai a... világban unalmas, kiszámítható, ezeket szoktuk hallani. Azt szeretjük, hogyha változatos, hogyha klipszerű. Jó, ez... Ezt így, akkor még visszavontam, tehát még szeretem, De nem mond csak, vissza, csak nem ez mond... a nő, ez a boldogtalanságban. Is, si, teljesen egyetértünk, si, si. Szabi, csak azt, azt akarom jelezni, hogy a mai világnak való ez a film, hogy izgalmat akartok, na tessék, itt van. Ez, ez aztán izgalom. Ez jó, igen, de azért... Egyik címorámmal van... történt, hogy elvált, és akkor... Tényleg? Igen, és, és, akkor utána, hát elkezdett udvarolni, és hát van, belekerült különböző kellemetlen szituációkba, és hívta tanácsúla az egyik régi mo motoros barátját, hogy mit csináljak, és ott hogy te akartad ezt, hát most benne vagy, élvezd akkor ezt a játékot. Na, itt, itt is kielvezzük ezt a játékot. Jó, oké, a, tehát az intelligens nőket azért szeretjük, most uh -huh. kicsit elkalandoztunk magunk felé, tehát az nagyon jó, amikor mondok valamit, és bejósolhatatlan, hogy mit felel rá a nő. De itt, és ezért nem szeretik a feministák ezt a filmet, mert itt ez a nő, ez ilyen destruktívan bejósolhatatlan, tehát minden jót tönkre tesz és minden értéket tehát addig, végül szeretni, addig szeret Nézzünk egy jelenetet, jönnek ki a színházból, és a két férfi elkezdi szapulni a női nemet, majd a nő egy hirtelen... Azért, mert Strindbergnek a nőgyűlölőt arabját tekintették meg. Na most, akik ilyen befolyásolhatók voltak a férfiak, vagy ők is ebbe a korszelembe tartoznak. Az egyik őjük szapulja a nőket, a másik azért megvédi. Nem teljesen. És a nő fogja magát, lehet, hogy neki ez is kevés, és beleveti magát a szajnába. Itt és behoznék erre... egy irodalom emeti fogalmat, az akción gratuit fogalmát, az uh -huh. indokolatlan tett. Ezt nagyon szerették ez a 30-es években, Existencialista. Ugye itt rúgdostad a uh -huh. lábamat, hogy mondjam már ki végre Ugyan. ezt a szót. Tessék, kimondtam egzisztencializmus hatásra, és amikor valaki egy regényben, egy irodalmi műben teljesen váratlanul és indokolatlanul, indok nélkül, elegendő ok nélkül csinál valamit, ebben a filmben beugrik a vízbe, ami egyébként ez a film, ez a végzetről is szól sok Aha. tekintetben, ez az előképe az utolsó jelenetnek, Ugye. lohasztás, 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 akkor szintén beugrik a vízbe, egy kocsival együtt és akkor már nincs egyedül. Nagyon érdekesek ezek a visszat érő motivumok, akár a, nem is tudom, hogy a dominózik a gyerekkel, vagy az Albert oh. mint figura, vagy Tereza mint figura, akik így fel-felbukkannak. Te egyébként mit éreztél, amikor nézted a filmet? Milyen érzések járták át a lelkedet és a szellemet? Ez mély, mély kérdés, én te megbeszéltük volna, hogy ezt kérdezt tőlem, mert ezt akartam valahol mondani, hogy ez olyan, mintha nem is film lenne nekem. Tehát így megnéztem, és ez egy nagyon valóságos dolog, és egy kicsit így el is némított. Most nem akarom rögtön besorolni, hogy top 10-es, de elnémított abban, hogy ez, va itt valami több történik, mint a filmművészetben. Uh -huh. Egyébként végignéztem most is rögtön elkezdtem újra nézni, hmm. mert annyira természetes, tehát ez nem csak egy fölépített kerek történet, hanem jó ebben létezni, ez egy ez ez el kell a... lélegzeni ez a film. Oké, okay. az elején nagyon jó benne lenni, felszabadító, későbbi améri érzéseket hozta elő, de aztán nem is tudom, a 43. percnél jön a Csalódás. Nem a 42. A, egyre inkább megrendít a film, valamikor undort is érzünk, majd aztán elegünk lesz ebből az egészből. És ez nem baj, tehát hogy ez. Oké, okay, de akkor kicsit megvédem a filmet, tehát, hogy a. Ö... A rendező, Trüffó, egyébként az operatőre is, Raúl Kutár, olyan, mintha nem csak a főszereplő nőbe lennének szerelmesek, ugyanis nem csak a két főszereplő férfi gyönyörködik ebben a nőben, hanem a, a rendező is gyönyörködik ebben a nőben, hát és a kamera a is így, szerelmes így, volt így, bele. körbejárja. Ez lehet, de az, amit akarok mondani, az az, hogy a filmművészetbe is szerelmes a rendező, uh -huh. és ez jut a filmben, én így értettem, tehát egy olyan alkotás nézünk, amikor magában az alkotásnak a művébe szerelmes a rendező, és akkor nem említettük még a Pigmaliont, de te most említed. Hogy jön elő a filmben, Gyula? Hát, hogy egy klasszikus szoboralkotásba szeretnek bele. Azt hittem, a szirént fogod felhozni hmm. a, a Homéroszéktól, hmm. e, vagy Orzon Welles aranypolgárát, vagy esetleg... Az Anderszonok a és banda. E, Érdekes, annyit azért tényleg érdemes, a trüfó módszereinél említeni. Egyrészt a Raúl Kutárt említetted, ő nem tudom, tudta, de hogy ő indokínai háborúban 11 évig fotózott, és ő félreértésből lett operatőr, de aztán utána végig fotózta kifulladásig. Néha és... itt megáll a kép a filmen, és olyan, mint egy régi Igen. fotóalbumot lapozgatnánk. Máskor pedig ilyen híradó tekercseket alkalmaz, hogy előhívja itt ilyen a esetben a háború. Aztán nagyon sokszor remegő kézi felvételeket látunk, van, hogy a kerékpára szerelik rá a kamerát. Az én nagy kedvenc beállításom, amikor ott nyaralnak, és akkor a különböző ablakokon különböző emberek nyitnak ablakot, vagy jelennek meg, de az egyik ablak üres marad, persze később már az is betöltekezve lesz. De ez ugyanaz a jelenet, amit most mondtál, amikor hárman kinyitják igen, neken. Igen, igen, ez olyan, olyan gyönyörű, gyönyörű, fantasztikus. Filmészet egyik legnagyobb jelenete, és akkor, akkor látszik, hogy ők nem aludtak együtt, tehát igen, nem igen. úgy, vagy nem úgy, úgy igen. szerelmesek, és egyébként egy háromszög alakot formáznak nyilvánvalóan a három kinyíló ablaknál, uh, hanem barátként üdvözlik egymást. Másik legtöbbet idézett jelenet, amikor rohannak a hídon. Ami megint egy metafora. Apropó, híd verseny. is motivum. És a verseny, mert nem csak a két férfi verseny ez a nőért, hanem a nő is verseny. De ez akkor a nő éppen fiúnak van öltözve. Ráadásul. Gender, gender, gender. És gender. csal. E, Micsoda hogy egy nő csal. E, Később a... is csal, ugye Igen. a házasságában e, megcsalásokból tartja föl. Nagyon érdekes, amikor beszámolnak arról, hogy mi történt, elmeséli a a szőke zsűl és a ketrén, hogy mi történt, akkor azért más a két narráció, zárójel. <laughs> és a csaj hogyan látja a társadalmat? Ugye adok-kapok, vittek vagyunk, Kicsit a tanút idézi csapásokat adunk és csapásokat kapunk, de hogy ő uralkodni akar másokon, hogy mindig a figyelem középpontjában álljon. Egyszer egy pszichológus ismerősöm azt mondta, hogy na ez a hisztrionikus típus, vagy személyiség zavar. Ő is ilyen könnyedén ejtette ezt Az szót. Isten mentsen meg ezektől az emberektől bennünket, de ugyanakkor ezek az emberek lehet, hogy képesek arra, hogy ezt a két kávéházi majd kirángassa a füstös, kávézóból és friss levegőre vigye. És ezek fölhagynak a filozófiai vitákkal, és követik őt, és futnak, és bicikliznek, és tengerpartra mennek, stb. És akkor belső és külső világ szembe van állítva, nappali, meg éjjeli világ is szembe van állítva. Mondok egy tételmondatot, mondatot, no. Jóg, ez kapcsolódik a 40 perces törésedhez, tehát a, ez egy vígjátékból drámává fordul ez a film. Gyors ütemben zajlik, mint egy vígjátékban, és hosszú árnyakat ereszt, mint mint egy dráma, nem saját gondolat egyébként volt. Egy... Lefüleltél engem. egyébként egy zenén is teljesen tükröződik ez, hogy a körhint a muzsikától, hogy jutunk el a legnehezebb melódiákig. Trüffó nyilatkozta ezt, hogy úgy kezdek el egy filmet, hogy azt hiszem szórakoztató lesz, és úgy közben észreveszem, hogy csak a szomorúság mentheti meg. Zárójel, ez, ezt a filmet majdnem nem menti meg semmi, mert hogy annyira kevés a pénzük, hogy a színésznő fogja megmenteni Igen, a saját pénzéből. Egyet ennyiben is Jean film. Egyébként Paul Mazurski 1980-ban újra földolgozta a filmet. Vigyésfél címmel. Bár ne tette volna. Igen, igen. De minek a világ legjobb filmjét újra földolgozni, soha nem fogjuk megtudni. Na most itt, a, ami érdekes még, ugye itt van ez a mm. ménage Troá, így truplé, triád, stb. És hogy itt... Az... Nézzenek utána, hogy mit jelent. Igen ami filmeket például felsoroltam, ott majdnem mindig két férfi, egy nő a felállás, mert ott, ott lehet rendesen megküzdeni. Múltkor beszéltünk egy, egy sorozatról is, ahol szintén egy párbajra hívja... Hét férfi egyeset. Igen, párbajra hívja az egyik férfi a másikat. Aztán persze kérdés itt a filmben, hogy hogyan kezdődik ez az egész háromszög. Ez a szőke Zsül úgy látja, hogy felesége Catherine boldogtalan vele. Ugye? Innen indul az egész és ráveszi a barátját, hogy akkor inkább házasodjék a barátjával, és akkor együtt tudnak még maradni, megnevelni a gyermeküket. Ez egy nagyon furcsa... Ez a nő ezt több tekintetben a modernitást előlegzi meg, vagy ábrázolja ki. Ugye igazából a 20-as években járunk, de a 60-as években készül a film, tehát itt a hippikorszak virággyerekei kezdenek fölsejteni. Uh -huh. Illetve a modern nő, aki társ, szerető, anya, és egyenlő velünk, és mindezeket így együtt... Tulajdonképpen lehetetlen megvalósítani. Még eszembe jutott, hogy Nidal, Dán, Dán Instant buddhista, filozófus, vagy vallás alapító nagy láma. könyvét beidézem, a könyv a szerelemről, ahol külön fejezete van a megcsalásnak és a kibővített kapcsolatnak. Például, ha egy férfi lép félre, minden a testével, és nem a testében történik, az egész nem túl személyes, és gyorsan feledésbe ismerül. Ha egy nő lép félre, akkor minden a testében történik, több veszélynek van kitéve, stb. Itt ami érdekes, hogy, hogy, nincs itt igazából megcsalás, ugye? Tehát, hogy a háromszögek... Senki sem féltékeny, Nincs erre gondolsz, titkolózás, ugye? Nincs titkolózás, és nincs, igen, hogy nem érzik kizárólagosan maguk. Ugyanakkor rámegy rám egy mind a két férfi erre, vagy igazából mindenki. Akkor ez a szerelem vas törvénye? Amit még kiemelnek, hogy ebben a filmben folyamatosan semmibe veszik a logikát, és ez kicsit kifejezi mind Szerint az a első nő. világháború, mind a második világháború utáni szembesülés, hogy ezek a formalitások és logikák ezek haszontalannak bizonyultak. És akkor mit szólsz az, hogy Sancho Panza és Don Quixote a malommal vívja harcukat a nővel? De tényleg, a malom az bizony ott van rendesen. Na, mit szeretnél még elmondani, Szabolcs? Egy záró mondatot. Szeretlek, maradj, vigyél el, menj el. Így kezdődik a film, és akár mind a hárman felváltva mondhatják a négy különböző mondat szerepei. Nézd meg, milyen verset hoztam neked. Végre. Tandori Dezső, Zsül és Jim Sanzon. Mindenki nézen utána. Zsül és Jim. França Truffaut 1962-es férje. Ez volt a Tegercsés tekintet. Én Nagypál Jim Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László zsül.